Fel kell tennem a kérdést, hogy miért diszkriminál a miskolci sajtó. Az elmúlt hetekben kétszer is szerettem volna arról sajtótájékoztatót tartani és tájékoztatni a lakókat, hogy módosító indítványaimnak köszönhetően három utca újul meg a választókörzetben, itt a Honszerző utca, amely mögöttem van, és ahol pénteken lesz a kivitelezés, a Laudai Faller utca, ahol ez már el is készült, illetve a Kodály Zoltán utca egy rövid szakasz az 58-tól 64 számig, ahol pedig holnap indul meg a kivitelezés. Azonban a legnagyobb sajnálatomra a közpénzből fenntartott miskolci média nem jött ki erre a sajtótájékoztatóra, ellenben a terület városvezetéshez tartozó képviselője és Veres Pál polgármester úr tulajdonképpen ugyanebben a témában tartott sajtótájékoztatót, ami mind a két esetben ott volt a miskolci média. Na, azt gondolom, hogy ez különösen súlyos kérdésem, csak így a kampányidőszakban, hiszen nem egyszerű esetekről van szó. Ha valaki megnézi az elmúlt 5 évet, akkor tulajdonképpen a miskolci nyomtatott médiában nem nagyon fogja megtalálni a nevem, pedig szinte két heti rendszerességgel vannak sajtótájékoztatóim, sajtóközleményeim, mind helyi, mind pedig országos témákban. Azt gondolom, hogy annak a balliberális városvezetésnek a részéről, és annak a balliberális pártok részéről, amelyek egyébként folyamatosan a sajtószabadságról, a szólásszabadságról beszélnek, különösen problémás, hogy miután ők vezetik a várost, továbbra sem adják meg ugyanazt a lehetőséget más pártokhoz tartozó ellenzéki képviselőknek a megjelenésre, és azt gondolom, hogy ezzel egyébként a választók joga is sérül, hiszen nyilván több ezer olyan választó van, aki a Mi Hazánk mozgalmat támogatja, vagy aki az én munkámat személyesen is végnyomon kísérni, és így tőlük is elveszik ezt a lehetőséget.